Hello, friends! A múltkori módszerben, ami a szemantika szerinti kiértékelés volt, kifejtettük, hogy ellentmondásra jussunk, volt egy nagyon kényelmetlen részlet, az értékadás. Ez volt az, amikor a behúzott objektumoknak, ha mindennel húztuk be, akkor valami másik objektumot is bizonyos feltételek mellett oda lehetett adni értékül. De ez ugye azért nem volt annyira egy jó dolog, mert hát meg kellett változtatni hozzá a struktúránkat, úgyhogy az x változó értékét fölülbíráltuk valamire, ez az, amit meg akarunk úszni. Szeretnénk egy olyan következtető algoritmusokat, amik nem kell, hogy tudjanak egyáltalán a struktúrának a létezéséről sem, hanem csak simán formulákkal meg termekkel dolgoznak, szintaktikai szinten, ez az, amit úgy mondok, hogy szintaktikai szinten, hogy csak simán stringelt író algoritmusokkal, nem használnak objektumokat, nem használják az interpretációs függvény, semmit nem használnak a struktúrából, csak szintaxis mentén írkálnak át. Ilyen volt a DPL, és ilyen volt a rezolúció, és ott sem fogtunk egy konkrét értékelést, hanem csak teljesen szintaktikai átírásokkal gyártottunk, mondjuk egy close halmaz, vagy megszorítottad a két close-nak a rezolvensét, mindegy, de csak egy mechanikus string átírás volt. Na, a helyettesítésnek az lesz a lényege, hogy le akarunk szimulálni egyfajta értékadást, ezt. Mit mond ez? Fogd az A struktúrát, oké, ezt változtasd meg úgy, hogy az x változó új értéke ez legyen. Ez mi? Ha a t egy term, akkor értékeld ki a t termet, az lesz egy objektum, és ezt az eredményt ezt ad oda az x-nek. Emlékeim szerint valami ilyesmit csináltunk akkor, amikor az előző részben a C objektumnak az IFA objektum értékét adtunk, ott talán a Z változó új értéke volt az FX termnek az értéke ebben az A-ban valójában. Ezt akarjuk leszimulálni most. Tehát azt, hogy egy X változónak adjunk egy új értéket, mégpedig azt az értéket, amit úgy kapunk, hogy a T termet kiértékeljük, ezt akarjuk úgy kiváltani, hogy legyen inkább ehelyett egy algoritmusunk, ami ha még ezen a kettőn kívül kap még egy termet, egy U termet, akkor ebből a háromból, hogy U meg X meg T, ebből a háromból létrehoz nekem egy így szokták jelölni termet, ezt ha kiolvasom, akkor az U-ban az X helyére helyettesítsek T-t, a Hilbert kalkulusban is valahogy így jelöltük ezt a helyettesítést, ez sem teljesen véletlen. De ez legyen egy szintaktikai módszer, ez nem kell, hogy ráállásson a struktúránkra, hanem csak az U-ból, csak az I-ből, csak az X-ből, T-ből, X-ből, ebből a háromból gyársa le ezt az új termet, és ez automatikusan tudja azt minden egyes struktúrában, hogy ha az eredeti struktúrában kiértékelem az újonnan legyártott termemet, akkor ugyanazt az értéket kapjam, mintha megváltoztatnám a struktúrát, elvégezném az értékadást, és utána kiértékelném az eredeti termet. Ez az, amiért azt mondom, hogy ezt az értékadást szemantikai szintűt le akarom szimulálni egy szintaktikai szintű helyettesítéssel. Csak simán stringelt írással. És teljesen hasonlót várok el a formuláktól is, hogyha egy formulán van meg egy változó, meg egy termem, akkor ebből a háromból gyár csak le egy újabb formulát, anélkül, hogy hozzányúlnék a struktúrához, tehát csak az F-ből, csak az X-ből, csak a T-ből, csak simán szintaktikus átírásokkal legyen egy új formulám, ami megint csak azt tudja, hogy az ennek az átírt formulának az értéke az eredeti struktúrában ugyanaz legyen, mint a régi formulám, az eredeti formulám értéke a megváltozott struktúrában, és akkor megint ezt a fajta értékadást meg fogom úszni. Ez lenne a lényeg a helyettesítési algoritmusnak, hogy megússzuk a formuláknak a babrálását, struktúráknak a babrálását, és akkor végig ugyanabban a struktúrában fogunk tudni dolgozni. Ami az jár, hogy ezt a struktúrát akár ki sem fogjuk írni, hanem mindig eldobjuk, és minthogyha csak termeink, meg csak formuláink léteznének a világban. Ami egy pozitívum. A termek esete megint egyszerűbb lesz, mint a formuláké, mert a termek egyszerűbbek. Tehát itt mit szeretnék? Definiálni akarom azt, hogy ha van az U termem, és abban az x helyére t-t akarok helyettesíteni, úgy, hogy aztán kijöjjön az értékadás, akkor azt hogy kell csinálni? Na most, nyilván felépítés szerinti indukciót fogok csinálni, mert termekről beszélünk, az mindig így volt, de itt ugye két választási lehetőségem vagy a t, vagy az u szerint csinálok egy felépítés szerinti indukciót,
Hát most ez U lesz a jó árasztás. Ugye a term az kétféle lehet, vagy változó, vagy összetett term. Ez csak kéteses szokott lenni, most azért van három eset, mert a változó az kétféle van, az U az vagy maga az X, vagy nem az X, de változó, vagy egy összetett term, ez a három esetünk lesz. Na most, ez a három. Értelemszerű lesz mindegyik, mert hogyha maga az x változó van, és ezt akarok, valami felhelyettesítést akarok csinálni, az x helyébe t-t akarok helyettesíteni, akkor azt úgy tűnik, hogy nem olyan hülyeség azt mondani, hogy ebben az u termben, ami az x, legyen inkább az x helyére t helyettesítésnek az eredménye az, hogy t, tehát az simán írjam át az x-et t-re című algoritmus. Aztán t-re. Ha nem ez a változó az, akkor ha benne az x helyére t-t akarok helyettesíteni, hát akkor miért változna meg? Ha y volt, y is marad, tehát akkor az történik, hogy ezt még nem változtatjuk meg. Azt a változót, amelyik nem az x, nem változtatjuk meg. Ha megvan egy összetett termünk, ugye ft egy tn, ez a képlet mit mond? Ha ebben a termben az x helyére t-t akarok helyettesíteni, azt úgy csinálom meg, hogy fogom a t1-et, az első gyerekét, abban is az x helyre t-t helyettesítek, a másodikat, abban is az x helyre t-t helyettesítek, és az n-ediket, abban is az x helyre t-t helyettesítek. Mindegyikben lehelyettesítem, és az eredmény tetejére még fölteszem ugyanazt az f függvényjelet, mint ami eredetileg volt. Tehát ez csak annyi, hogy az f nem bántjuk, és lehelyettesítjük az x helyre t-t mindenki rekurzíva. Például, ha van itt az a termem, hogy f x g x y ez, ez az u ebben az esetben, u. Itt az x, és ez a gcy, ez maga a t-term. Akkor azt, hogy az u-ban az x helyre t-t helyettesítek, azt rekurzívan kell csinálni, hát akkor először is, ha az f blablabla összetett term, akkor a két gyerekébe meg kell csinálni a helyettesítést. X-ben is gcy-t kell helyettesíteni x helyre, meg gxy-ben is gcy-t kell helyettesíteni az x helyére. Az x-ben könnyű, mert az ugye ez az eset, hogyha maga az x változónk van, akit most le akarunk helyettesíteni, stimmel, akkor t-re kell átírni, így készül a gcy. Következő a gxy, az meg egy összetett term, azt kell csinálni az x-et is, meg az y-t is lehelyettesítjük, az x-et lehelyettesítjük, lesz belőle gcy, szintén az y egy másik változó, ez ugye nem ugyanaz, akkor ezt békén hagyjuk, lesz belőle y, ezzel a kettővel végeztünk, fölé tesszük azt a g-t, aki eredetileg volt, most már megvagyunk a g-g-y termel, ez az eredmény, ezt is lehelyettesítettük, meg ezt is, és akkor az eredmény elé még főtesszük az f-et, mert az volt eredetileg, és így kapjuk ezt az f-g-c-y-g-g-c-y-t. Ha megnézed, mi történt, hát az x helyére g-c-y-t helyettesítettük mindenhol, és sima string replace művelet. Ez történik, ide is van írva, hogy egyébként ez a induktív definíció, amit a bizonyításban fogunk persze használni nyilván, de ha el akarod végezni, akkor tényleg annyi dolgod van, hogy az összes u-beli x-et lecserél t-re. Formulákban ez sokkal bonyolultabb lesz, több okból is. Oké. Na, az első állítás, hogy ez így rendben van értékadásnak. Ez ugye mit mond? Ha az u termel az x-et t-re helyettesítem, akkor az ugyanaz, mintha az árstruktúrában. Mindegy, hogy mi az árstruktúra, kiszámolnám a t értékét, azt tudhatnám az x-nek, és ebben a megváltoztatott struktúrában kiértékelném az u termet. Tehát ez azt mondja, hogy ez a sima string replace, ez kivált egy értékadást. Jó, egy ilyen állítás, hogy lehet bebizonyítani, hogy minden x-re, minden u-ra, minden t-re, minden ára ez így van. Mondjuk, mivel termekről beszélünk, felépítés szerinti indukcióval, hát... Ugye ez megint az, hogy hát háromféle eset volt, ahogy az u-ban helyettesítettünk, akkor háromféle eset van a bizonyításban is, mert a definícióban is annyi volt. Az első eset az, hogy az u az x, a második, hogy nem az x, de változó, a harmadik meg, hogy összetett term. Na, ha ez egy változó, mégpedig az x, akkor ugye az volt, hogy ha az x-ben x helyére t-t írok, akkor az konkrétan t lesz. Itt, ezen a ponton t lesz, akkor ezen a ponton itt ez egy at. Oké? Okay. Mi van itt a jobb oldalon, akkor az A-ban kell az X-nek odaadni az AT-t értékül, és aztán kiértékelni az U-t. Mi most az U? X. Akkor itt
x-et kell kiértékelni ebben a struktúrában. Itt ugye ez mit jelent? Egy változó értéke ebben a struktúrában, az konkrétan ez lesz. Bármi is volt ez, ezt sokszor csináltuk a szemantika szerinti kifejtésben. AT. Ez is AT. Ez is AT volt az AT, ez pipa. Mert balról is, meg jobbra is AT jött be. Szuper. Másik. Ha van nekünk egy változónk, oké, akkor ha azt abban lehelyettesítjük az x-et, aki nem ugyanaz a változó tér, akkor nem kell váltanunk a változót, marad y. Jó, tehát ennek az egyenlőségnek a bal oldalán ay-unk van. Eddig jó. Jobb oldalon mi van? Fogd az át, írd át az x értékét valamire, és aztán értékeld ki az y. Tök mindegy, hogy éppen mire adod az értéket az x-nek, az nem az y, arról hogy nem ugyanaz, akkor az y értéke nem változik, mert ugye ez a fajta értékadás, ez csak az x értékét befolyásolja. Elhúzzuk, az ugyanaz, mint az ay. Szuper. Ez nem is kell, nem hat rá semennyire az y-nak az értékére. Oké, a változók esete könnyű, de hát az sokszor van, hogy könnyű. Itt pedig azt látjuk, hogy ha az a az egy összetett term, akkor mit kell csinálni? Hát először is a definíciója van itt a helyettesítésnek, az az induktív. Ha ez egy összetett term, akkor benne az x helyébe t helyettesítést úgy végezzük el, hogy a t1-ben is lehelyettesítem az x helyébe t2-ben és tm-ben, és mindegyikben az x helyébe t-t írok, és aztán még elé teszem az f-et, ezért a sorozatrém eredetileg is az volt ott. Jó, ez csak simán a definíciója a helyettesítésnek. Most mi jön? Kiértékeljük ezt a termet. Ugye ez egy összeret term, annak az értékét úgy számoljuk ki, hogy először kiértékeljük az első résztermet, ez a t1 x per t, aztán a második, a t1 x per t, a harmadik, és itt az A struktúrában ugyanabban, mint eddig. Jó. Itt van egy csomó term, n darab objektumom, amit kiértékelek, ezek itt csak termek. Teljesen mindegy, hogy kaptam őket, termet így értékelek ki. És miután megvan az n darab objektumom, azután az if-et alkalmazom rajta, ugye A-ban levő interpretációs függvény i, f-hez rendel jelentés, puff, ez. Most jön az, hogy ugye kisebb termekről beszélünk most, mert az u-nál kisebb term a t, résztermi a t, ezért erre lehet ezt alkalmazni, hogy ezek szerint, ha a t1-ben az x helyébe t-t helyettesítek, és azt kértek az a-ban, mivel a t az kisebb, mint az u, ezért ezt az egyenlőséget fölírhatom úgy, hogy az u helyébe t1-et írok itt is, meg itt is, és akkor az lesz belőle, hogy a x megy a t-be, t1, igen, ez ugyanaz, mint hogyha az át megváltoztatnám, az, hogy x helyébe a t értékét teszem, és úgy értékelem, hogy a t1-et, mert az indukciós föltevés azt mondta, hogy ez a kettő ugyanaz. Satöbbi, az indukciós föltevés azt is mondta, hogy ez a kettő ugyanaz, a TN eredeti termet a megváltozott struktúrában kiértékelni, ugyanaz, mint a megváltozott termet az eredeti struktúrában. Szóval ez itt koordinátánként egyenlő az indukciós föltevés szerint, és ez meg ez ugye azért egyenlő, mert így értékelünk ki termet ebben a struktúrában. Ha megnézed, x megy át T-ben, nincs semmi index, itt ugyanaz a struktúra van végig, ami azt jelenti, hogy ebben a struktúrában van kiértékelve ez az összetett term, mert ebben a struktúrában kiértékelő t1-et, t2-t, tn-t, mindet, és az eredményen alkalmaztuk az f jelentését ebben a struktúrában, ami nem változik, mert ugye az eredeti a struktúrában az i mondta meg, és itt egy ilyennel csak a változó értéket írjuk át, az interpretációt meg nem. És ezért kijön az, hogy ez is egyenlő ez a kettő, ez sima term kiértékelés, de a lényeg ebből az eleje, hogy az u-ban, ha az x helyébe a t-t helyettesítek, és kiértékelem az a term a struktúrában, akkor az ugyanaz, mintha az eredeti, ugye az u ugyanaz, mint az ft1-tn, eredeti termet kiértékelném a megváltozott struktúrában, és ezért, ha simán string replace-ek kicserélek minden x-et t-re, az egy teljesen valid értékadás lesz. Na, hogy ne legyen annyira hosszú ez a videó, ezért csak földöm azt, hogy formulák esetében ez miért is nem fog ennyire működni, hogy csak simán string replace-eljünk, és aztán a következő részben majd megnézzük, hogy akkor valójában hogy is kell csinálni.
Mert hogyha formuláink vannak, és ugye az igényünk az, hogy legyen egy olyan algoritmusunk, ami megkapja a formulát, és ott az x helyébe t-t helyettesít, oké, ezt szeretném definiálni, úgy, hogy az értékadás az szimulálható legyen vele. Ugye ez azt jelentette, hogy az eredeti struktúrában a kiértékelem az ugyanaz kellene, hogy legyen, mint hogyha a megváltoztatott struktúrában ezt szeretném, az x értékének odaadom a t-term értékét, így, ez, és kiértékelem benne az eredeti formulát, akkor ugyanaz legyen. Ezt az egyenlőséget akarom, hogy legyen, ezt a formulát úgy akarom létrehozni. Na most, itt az van, hogy ha az lenne az algoritmus, cseréljük le az összes x-et t-re, hát az többféleképpen lehet csinálni, mert mondjuk, ha a formulánk ez az f, és le akarjuk cserélni benne az x-et, x alapértékét y plusz egy értékére ebben az f-ben, sikerült, ez az f, ez az x, ez a t, akkor a cseréljük le mindet, az nem fog működni, mert ugye több opciónk van, az egyik az, hogy mind a kettő x karaktert kicseréljük y plusz egyre, valamiért az emberek ezt szeretik csinálni, hogy csak ész nélkül kicserélik az x-et egyre, hát nem is formula, hogy néz ez ki. Egy kvantálni, egy változót lehet, ez meg valami összeszedett term, olyan sose kvantáltunk, olyanra, hogy szó nem volt soha, hogy olyan szabad, tehát ez hülyeség, ez így nyilvánvalóan nem fog működni. A másik az az, hogy jó, hát nyilván a kvantor melletti változó az akkor ne helyettesítődjön le arra a termre, amire le akarjuk cserélni, maradjon úgy, a másikat meg cseréljük le. Ezzel viszont az lesz a baj, hogy oké, formulának formula, de ez így nem fogja tudni ezt az egyenlőséget, mert ez itt azt mondta, hogy ugye ebben nincs szabadon x egyáltalán, tehát elméletileg nem kéne, hogy megváltozzon az értéket, csak azért, mert az x-nek megváltoztatok az értékét, mert volt egy olyan lemma, ami arról szólt, hogy ha a f-ben nem szerepel szabadon az x, akkor tök mindegy, hogy mi az értéke, ebben az f-ben nem szerepel szabadon az x, tehát ezt itt el is felejthetjük, és elméletileg ugyanazt az értéket kéne kapjunk az f-re is, meg az fx per t-re is az a-ban. Csak hogy a természetes számok struktúrájában ez a formula hamis, mert nem igaz minden számra, hogy az egy kisebb egyenlő, mint a szám, mert a nulla az egy ellenpélda. Ugye a nulla az nem nagyobb egyenlő az egynél. Ez a formula hamis, viszont ha kicserélem az x-et x plusz y plusz 1-re, akkor ez a formula viszont igaz lesz. Mindegy, hogy mi az y, az y plusz 1 az már legalább 1 a természetes számok halmazában, és pont ez van ideírva, le van kötve minden x-el, de minek, nem is használ, nem baj, ettől ez még egy formula, aminek az erre értéke igaz, mert ez tényleg legalább 1 lesz. Hamisból igazat csináltuk, biztos, hogy nem jó értékadásnak az, hogy lecserék az összes x-et t-re. Következő részben pedig megtudjuk, hogy akkor valójában mit is kell csinálni, hogy működjön és kijön az egyenlőség. Addig is, sziasztok!